A visegrádi országok az együttműködést keresik a többi európai országgal. Ezt mondta a miniszterelnök Prágában, ahol a V4-ek kormányfői találkoztak az osztrák kancellárral. Az egyeztetés egyik fő témája a migráció volt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Ausztria a jövőben fontos biztonsági partner lesz, és hozzátette azt is, a határvédelem, a klímaváltozás és az unió bővítése kapcsán is együtt tudnak majd működni az országgal. Póce Isten, az Alapjogért Központ vezető elemzője most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Melyek a közös pontok itt a v és Ausztria között, amelyekben a leginkább együtt tudnak majd működni a jövőben? Mi hangzottál tegnap? Felvezetőben már hallhattunk néhány pontot. Ugye itt nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a migráció az első és az egyetlen olyan pont, ami tulajdonképpen a V4-eket is összetartja, illetve bármelyik más országgal képes ezt a szövetséget összekapcsolni. De ez így önmagában nem igaz. Nyilván egy fontos pont. Viszont itt az osztrák kancellár részéről is érkeztek utalásokat, illetve nyilván az osztrák sajtóban is megjelent az, hogy azért Ausztriának ez a régió kiemelten fontos gazdasági és kereskedelmi partnere. Egyébként az első számú partnere a négy ország közül Ország, és hát ugye Franciaországhoz és Németországhoz mérhető mennyiségű és minőségű kereskedelmet folytat, például Ausztria Csehországgal. Tehát ez nem egy ilyen típusú, egy ilyen fogalmazunk, úgyhogy egybites kérdés ez a kapcsolatrendszer. És hát ugye mindemellett vannak más célkitűzések, és ugye a másik nagy európai célkitűzés, nagy sláger téma a, a klímavédelemnek a kérdése. Szintén ugye hát mutatjuk azt, hogy hasonló irányú gondolkodások vannak. Az, hogy a, a célok azok azonosak, mondhatjuk, viszont ugye a, a, az ahhoz vezető útban van különbség, de azt sikerült ezt a kérdést gyakorlatilag egy áthidalni azzal, hogy a, a, az osztrák kancell kifejtette, hogy például nem támogatják a, 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 nukleáris erőműveknek a használatát, de hogy gyakorlatilag nem vitatja, hát esetleg, nem is vitathatja el más országoktól ennek a lehetőségét. Hogy ők, de e, Ausztria ezt például, például ott vásárol Csehországtól energiát, amit a állítanak elő, tehát hogy igen, Ausztria nagyon érdekes célkitűzést tett, méghozzá most fogalmazták meg, hogy nem olyan régen egy a kormányprogramokat, egy ilyen kb. 300, több mint 300 oldalban. És hát ugye ebben a programban gyakorlatilag az szerepel, hogy 2040-re, tehát hogy az EU-s általános EU-s célokhoz képest 10 évvel korábban szeretnék elérni a klímasemlegességet, és 2030-ra szeretnék azt elérni, hogy Ausztria semmilyen uh, uh, széndiokszidot kibocsájtó, uh, mondjuk az erőművet ne vonjon be, a, a, az áram vagy villamosenergia termelésébe, az országnak a villamosenergia termelésébe. Tehát ugye ez egy újabb olyan pont, amiben együttműködések vannak, és azért van, látszik egyébként, hogy nem csupán Európán belül, és nem csupán ezekben a témákban, Európán kívül is vannak nagyon komoly együttműködési pontok. Csak az osztrák kormányprogramot nézzük, ez egyértelműen hát szinte ugy, ugyanazokat a szavakat mondja egyébként, mint amit a, a magyar kormány az elmúlt években képviselt, hogy a, a, az üldözött keresztények a képviseletével kapcsolatban nemzetközi szinten aktívan föl kell, ugye ebből a szempontból mondhatjuk, hogy Ausztria, és egyébként a többi visegrádi ország is rajtunk kívül egyfajta követő dinamikát követ, követik azt, amit a magyar miniszterelnök, hát ugye innovatívan megjelenít az európai politikában. Most alakult meg az új osztrák kormány, és ugye előtte azért voltak kérdőjelek, hogy Ausztria például a migráció területén milyen álláspontra helyezkedik majd az új osztrák kabinet, mit fog majd képviselni. De úgy tűnik, hogy ebben nem lesz változás. Az új osztrák külügyminiszter kijelentette, hogy például, például az ENSZ migrációs paktumára továbbra is nemet mond Ausztria. És ugye itt ez nagyon fontos Magyarországnak a biztonság szempontjából. Ja, Ausztria egy nagyon érdekes szempontot választott gyakorlatilag a kormányprogramban, és ilyen az, az, új vezetés, hogy mm. itt egy néppárti és egy zöld együttműködés van. És egy picit úgy tűnik egyébként, is, hogy egy filmes hasonlata éljek, mint hogy a Sebastian Kurz szeretne az a szereplő lenni, aki tulajdonképpen megteremti az egyensúlyt az európai erőben. Ugye itt egy csillagokháborúás hasonlatra utalok még ugye azért, mert ő szeretné egyesíteni a saját személyében a migrációval kapcsolatos, nagyon határozott álláspontot, és a klímavédelemmel kapcsolatos nagyon határozott álláspontos, és ez a, a kormányprogram gyakorlatilag ennek a kettőnek valamilyen fajta mixe is tanálkozása, és hát ö, ö, ugye egy... az el, elmúlt időszakban az látszik Kurz kapcsán, hogy meglehetősen hogy ügyesen vitte ezt végig, és hát ugye gyakorlatilag őt ö, feldobta hirtelen ez a, az új kormányalakítás, neki bezuhant a támogatottsága, nagyot zuhant a támogatottsága, amikor összeomlott a kormánya. Most újra, hogy sikerült kormányt alakítani, újra ö, nagyot megy ö, Kurz, és hát azért az is látszik egyébként, hogy neki európai politikai elképzelése is van. És ez az elképzeléseket mondjuk a németek nem feltétlenül nézik jó szemmel. Pont a tegnapi találkozónak a jelentősége és az azonosságok és gyakorlatilag a sikerességét mutatja az, hogy a, például a Handelsblatt német lap, hát ugye gyakorlatilag arról beszélt, hogy hát hogy tulajdonképpen Kurz akar egyfajta, hát egy ilyen egyensúlyt képezni a nyugat és a kelet között. Egy és hogy híd szerepet. Így. és hogy ő erre játszik, és hát ugye a német lap persze ugye arról beszélt és arról ír, hogy hát hogy erre semmi szükség nincs, hmm. és hogy ugye nem csak megsejtett, hanem konkrétan leírja, hogy Angela merkel szemben is Angela Merkel ellenében akar Kurz egy újfajta erőközpontot létrehozni, gyakorlatilag ugye maga körül is ő akar egyfajta, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen nyugat-keleti híd szereplő lenni. A németek ezt nem nézik jó szemmel, ez gyakorlatilag ez teljesen egyértelmű, egyébként már egy ideje. Ugye látszik az hogy Kurz nagyon sok esetben sikeres, és tehát a német közvélemény is nagyon, nagyon szimpatizál az ő eredményeivel. És hát ugye a, ugye a kérdés az az lesz majd az elkövetkezendő időszakban, hogy mi lesz ebből a, a mixből, sikerül-e kihozni belőle Jót, tehát hogy ő ezt sikerre fogja felépíteni és végigvinni ezt a kormányprogramot, vagy pedig a végeredménye az lesz, hogy tulajdonképpen ezek az elemek gyakorlatilag őt maga, maga alá fogják temetni, és olyan erőkkel próbál meg játszani, ami hát gyakorlatilag nem összehozhatóak, egyenőre sikeres. Tegnap a sajtótájékoztató Orbán Viktor Magyar miniszterelnök megkérte Andrej Babis cseh kormányfőt, hogy amennyiben lesz konferencia az EU jövőjéről, akkor mint a v 4 vezetője hívja meg vagy javasolja a balkáni országoknak a meghívását is. Ugye itt az, EU bővítése és ez a -e különböző, tehát a nyugat-balkán integrációja szempontjából lenne nagyon fontos. Miért kulcs kérdés ez mondjuk a v és Ausztria szempontjából? Itt arról uh, van szó, hogy uh, egy, az EU jövőjével kapcsolatban gondolkodunk, akkor egy rövid távú gondolkodást veszünk, és azt mondjuk, hogy a, a hagyományos keretek között gondolkodunk, a hagyományos keretek mondjuk ez a tipikus baljobb skála, és beleértve egyébként az, hogy a, az eddigi uh, tagállamok, vagy pedig azt mondjuk, hogy egy olyan célt tűzünk ki, egy nagyobb célt, egy hosszú távú célt, amiben azok az újfajta kihívások jelennek meg, ami ugye Európa most és az elmúlt időszakban is láthatóan jövőben szembesülni fog, és ugye azok az újfajta gondolatok is meg kell, hogy jelenjenek, amire Európa legalábbis ugye a bizottságnak a, a megnyilatkozásai alapján stratégiai szempontból számít, és a balkáni országok azok, ami az ő gondolataikra, amikre számít, és a csatlakozásokra számít, legalábbis az Európai Bizottság. Ugye, látható volt, hogy a, volt egyfajta zavar, a, a, tanács gyakorlatilag egy eltolta magát, hogy a Franciaország, Belgium és Hollandia a, ezeknek az országoknak a csatlakozásának a, hát a, további támogatását. Óriási hát ugye, zavarok lettek ebbe, és ez ugye meg is mutatta egyébként, hogy ki az, hmm. aki valóban elkötelezett, a, mondhatjuk azt, az EU-nak a jövője és az európai Unik a működése és Európának a működése szempontjából, és ki az, aki hát tulajdonképpen csak egyfajta kommunikációs eszközként használja ezt. Rögtön gyakorlatilag macron vették elő, egyébként hogy teljesen érthető és nagyon helyes módon, hogy hogyan beszélhet egységről, hogyha ilyen alapvető kérdésben az EU bővítésben mindenkinek egyet kellene értenie, ő, ő, az, aki leginkább tengelyt akaszt. Nagyon szépen köszönjük Bóca Istennek az elemzést. Köszönöm szépen.